új beiskolázási stratégiával indítja a felvételi kampányát a Nyíregyházi Egyetem. A kampuszon 19 alap és 16 mesterképzésből választhatnak a továbbtanulás előtt állók. A képzési kínálatot pedig úgy alakították ki, hogy megfeleljenek a munkaerőpiaci elvárásoknak. Átdolgoztuk a mintatanterveinket, olyan új tantárgyakat, közös tantárgyakat raktunk be, amik mondjuk bármelyik területen tanul a hallgató, például digitális ismereteket tanul, környezeti ismereteket tanul, azért, hogy minél felkészültebben kerüljön ki, illetve reagálunk azokra, megpróbálunk reagálni azokra a térség igényekre, amik jelentkeznek. Például ugye tavaly beindítottuk az óvodapedagógia szakot, hiszen ott is jelentkezett a hiány, és próbálunk olyan szakokat akkreditáltatni, aminél már jelentkezik ez a munkaerőhiány. Folyamatban van a szociálpedagógia mesterszak, valamint a közgazdász tanár két szakirányának akkreditálása is. Az egyetemen úgy látják, hogy a 2018. februárjában induló légiközlekedési hajózó szakmérnökképzésre is van kereslet. Ez nappali képzés keretében fog történni. 3 fél éves képzés lesz, önköltséges formában indul, mint az alapszakunk. Amit viszont itt tudni kell, azoknak a informatikai, illetve műszaki képzési területen korábban végzett mérnököknek a jelentkezését várjuk, akik szeretnének repülőgép vezetést is megtanulni. A duális képzésre is nagyobb figyelmet fordítanak a következő tanévtől. Jövő szeptembertől 4 képzési területen, 6 szakon van lehetőség a duális képzésre, olyan területeken, mint az informatika, az agrár, a műszaki és a gazdaságtudományi terület. Ez sokkal többet ad, mint egy alapképzési szak. Ennek a többletét az adja, hogy ebben az esetben a hallgatók minősített partnerszervezeteknél töltik el a szakmai gyakorlatukat, és nem leredukálva a 7. fél évre, hanem párhuzamosan az elméleti képzéssel. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem csak hard, hanem soft skill-ek megszerzését is meg tudja tenni a 7 fél év során, kilépve az egyetem falai közül, több éves szakmai tapasztalattal fog rendelkezni. A felvételi tájékoztató december 22-én jelenik meg. Az egyetemen azt mondják, érdemes megvárni a január 31-ig kiegészítést, mert abban már a most akkreditálás alatt lévő szakok is benne lesznek. A felsőoktatásban jelentkezési határidő február 15, az intézmény nyílt napon is bemutatja magát az érdeklődőknek, azt december 6-án rendezik a Kodály teremben.